Az volt a baj, hogy ott mindenki lőtt mindenre, mindenkire. Amikor abban maradt ez az egész, akkor hozzák így talicskába, vagy valahogy a sérülteket, vagy a, akár sérült gyereket. Szóval ez az a pillanat, amikor hogy ezt nem kívánja az ember senkinek. A törvény elől menekült, és végül 19 évet szolgált a francia idegen légióban. Mikor volt az az éles bevetés, ahol már neked is lőni kellett? 2003 elefántcsontpart. És akkor jött el az a kényszer, rávitt, hogy most vagy ő, vagy én. Tudod, az a baj, hogy mindenki, hogy számoltad, nem lehet így venni ezt a dolgot, mert egy harcban sose tudod, hogy te lőtted le, vagy a kollégád lőtte le az ellenséget. Mert mindenki ő. Ha lövünk öten, akkor most ki? Én húzom a puskatusra a keresztet, vagy ki? A világ legveszélyesebb pontjain vetették be, de soha nem tudta, hogy hol és ki ellen kell harcolnia. Soha nem tudja az ember, hogy fog reagálni egy adott helyzetre. De neked soha nem volt halálfélelmet sem, Ludo? Aki azt mondja, nem fél, az hazudik. De volt. Nekem is volt. Nem úgy, hogy halálfélelmem, de igen, a félelem bennem volt. Életveszélyben sem voltál? Mindig fel vagyunk készül, van az A-terv, B-terv, és ha nincs még, ha B-terv se jön be, akkor meg improvizálunk. Akkor mindig kitalálunk valamit. Mindig túlerőben voltunk. Mi céloztunk, mi nem pazaroltuk a lőszert. Ludo, a hontalan légiós megdöbbentő vallomása. És egy háborúban mindig a civil, a legtöbb áldozat az a civil. És lehet, hogy te is öltél meg civil. Pénteken 19 órakor a Frisbee TV YouTube csatornán.